dunaharasztisasok a TFSE gárdáját látták vendégül a kosárlabda MB2 közép-B csoportjának legutóbbi játéknapján. Csapatunk 19 mérkőzés után hibátlan teljesítménnyel uralja a tabella első helyét, és a mérkőzés előtti visszhangok sem adtak sok esélyt egy vendéggyőzelemnek. Minden esetre a hazai hangulatra nem lehetett panasz, a szakosztály apraja és nagyja is felvonult ezen a péntek estén, hogy egy vidám, közös fotózáson vegyenek részt, majd mindenki együtt szorított a sasok újabb diadaláért. Az eddig elért kiváló eredmények kapcsán úgy gondoltuk, megpróbáljuk még közelebb hozni a nézőket, a csapatot, a játékosokat és magát a városi kosárlabdát. A mérkőzés előtt a szakosztály részéről Varga Máté technikai vezető állt kameránk elé, aki elmondta, mit is jelent az MB2 közép-B csoportjában szerepelni. A bajnos, az MB2-es bajnos az 4 csoporttal van osztva, Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország és a középrégió, ugye Budapest és a Pest környéki városok, ugye Dunaharaszt is egy középrégióban A és B csoportban versenyeznek, és tulajdonképpen a oda-visszavágós alapszakasz után az első csoportok első két helyezettjei egy keresztmérkőzés után döntenek egy 4-es tornán való részvételről, és a 4-es tornán egy körmérkőzés után alakul ki az év végén az MB2-es bajnokság végső sorrendje. Úgyhogy, ahogy említettem, ez azért nagyon nehéz, mert nincs hibázási lehetőség. Hát nem egy olyan playoff, nem egy olyan rájátszás rendszer van, mint az NB1 alcsoportos küzdelmekben, hogy több nyert mérkőzésig tartó párharcok vannak, hanem egy meccs az élet. A DMTK átlagosan 30 ponttal tud ellenfelei fölé kerekedni. Ebből adódott a kérdés, miként tudta megúszni a Csepel csapat a 10 pont alatt, és miben ennyivel jobbak a sasok a többi csapatnál. Igen, Csepelen nagyon udvarias vendégek voltunk, tudjuk egyik kiváló sem, Trepák Zoltán ott kezdett kosárlabdázni, és gondoltuk, hogy meghagyjuk nekik azért az önbizalmat a szezon hátralevő részére. Viccet félretéve, egy nagyon erős játékos kerettel rendelkezünk. Azt mondhatom, hogy az NB1B-s csapatok szintjén vagyunk már jelenleg is. Ez több szezon közbeni edzőmeccsen is bizonyították a fiúk, tehát nyertünk NB1B-s csapatok ellen edzőmérkőzéseken, úgyhogy hát fontos az, hogy kiegyensúlyozott és erős játékos keret legyen, mert a végén, a rájátszásban ez nagyon sokat fog érni, hogy nem 5, nem 6, hanem 10 jó képességű és motivált és jó versenyző alkotja a csapatot. Hibátlan menetelés kapcsán arról is kérdeztük Varga Mátét, kitűzött célja-e a szakosztálynak az első hely megszerzése, és ennek érdekében erősítettek-e a téli szünetben új játékossal. Mondhatom, hogy igen, mert már a korábbi években is mindig a dobogó környékén voltunk, és az edzőstábot is megerősítettük. Így most már két edző van, egy vezető és egy másodedző a csapat mellett. Nagyon jól megosztják egymás között a munkát, és picit más-más szemszögből is közelítenek a kosárlabdához, az ez csak előnyös tud lenni. Illetve hát olyan játékosok érkeztek hozzánk a szezon előtt, akik nem csak ebben a bajnoki osztályban, hanem egy ilyen magasabb osztályban is komoly játékosnak számítanának, és hát ezek ilyen baráti alapon szerveződő igazolások voltak, de nagyon jól működik a csapat, jó a kémia, szeretnek egymással játszani a srácok. Legkomolyabb meccsek azok az edzéseken vannak, amikor egymást kell legyőzni. Remélem, hogy a mai napon bemutatkozik a csapatnak a legújabb, legfrissebb igazolás, aki az átigazolási időszak végén csatlakozott hozzánk, Kis Kornélnak hívják. Tavaly bajnoki címet ünnepelhetett az oroszlán csapatával az NB1B-ben, és korábban felnőtt válogatott kerettag is volt egyébként, vagy NB1 alcsoportos játékos, és szintén egy ilyen baráti hívószónak tett eleget. Itt a fővárosban folytatja, hogy fejezi be a tanulmányait, az egyetemi tanulmányait, és azt mondta, hogy hát akkor csak ide hozzánk, sehova máshol.
Csapatunk a reményeknek megfelelően ezt a mérkőzést is behúzta, és 19 pontos vereséggel küldte haza a TFS-e játékosait. A 79-60-as végeredmény reálisnak mondható a mérkőzést tekintve, még akkor is, ha a második negyed 20-18-ra vendégeké volt, és a negyedik játékrész 12-12-es döntetlent hozott. A meccs legeredményesebb játékosa Tursics Krisztián lett összesen 19 ponttal. A legtöbb 3 pontos is az ő nevéhez fűződött, szám szerint 4. Rajta kívül Trepák Zoltán 13, és a már említett téli igazolás Kiskornél 12 pontot szorgoskodott össze. Folytatás március 18-án este Budafokon, majd március 24-én 20:45-kor hazai pályán az ELTE csapata ellen. We'll be right back.